Sziasztok! Nem csak a Ferencváros játszott tegnap bajnoki mérkőzést, hanem a Dortmund ellen játszott a Lipcse is. A Borussia Dortmund ezzel a 2-1-es győzelmével átvette a vezetést a Bundesliga-ban. Igaz, sem az Unión Berlin, sem a Bayern München nem játszott annyi mérkőzés, mint a Dortmund. Ezek ugye most fognak majd játszani, és a Bayernnek 46 pontja van, tehát meg tudja előzni. A Borussia Dortmundot vissza tudja előzni, ha tetszik. A Lipcse ezzel a a a negyedik helyen áll, de nem biztos, hogy a a negyedik helyet meg tudja tartani, mert a Freiburg 41 ponttal, tehát egyel kevesebbel áll hozzá képes, lehet, hogy itt is lesz egy helycsere. Úgyhogy a Lipcsenek nem jött jól ez a vereség, de el kell mondjam nektek, hogy ebben Szoboszlai volt a talán a legkevésbé hibás. Szobosztai erősen élvezi az edzője bizalmát, most már a negyedik mérkőzésen teljes játékidőben pályán volt. Ezt így is kell, mert Szoboszlai Dominik továbbra is a csapatának az egyik legjobb játékosa. Most is voltak jó passzai, jó emelése, nagyon sokat futott a mérkőzés, az egyik legtöbbet futó játékos. Volt. Igaz, hogy a gólban közvetlenül nem vett részt, de hát alapvetően nagyon hasznosan és nagyon jól játszott. Miközben ő a pályán volt, a közben felmerült az a lehetőség olasz lapokban, és aztán mint egy vírus terjedt szét a magyar médiában is, hogy a Chelsea a világ egyik legértékesebb csapata meg szeretné szerezni ugye Szobosztai Dominikot. Hát eh, el kell mondjam nektek, hogy naponta látnak napvilágot ilyen pletykák, ugye miközben Szobosztai Dominikról szó van, a közben ugye Jude Bellinghamről is ugyanígy szó van, tehát azt lehet mondani, hogy nem feltétlenül kell ezeknek a pletykák, felülni. Az biztos, hogy szakmai értelemben szobosztai Dominik számára nagyon-nagyon jó lenne a Chelsea. Akkor is, ha a Chelsea most éppen a, a Premier Ligában ugye a tizedik helyen áll, ebből nem kell kiindulni, ez egyébként sokkal jobb eredmény is lesz majd szerintem a végére. Ez egy nagyon-nagyon jó játékosokból álló abszolút top of, top, top of the top csapat, ezt mindannyian tudjuk, nem is kell nagyon, nagyon ezt elmagyarázni, hiszen ugye itt a, a Kulibalitól tól kezdve a, a Sterlingen keresztül, hát ugye csak-csak-csak kiemelkedő játékosok vannak, és hát mindegyik nyilván meg akarja mutatni, hogy ő a, ő a legjobb ebben a gárdában. A középpályás sorban is, ha oda kerülne, óriási vetétársai lennének, hiszen ugye ha, ha, csak a középső vagy támadó középpályásokat nézzük, akkor a világbajnok Enzo Fernández, vagy a rendkívül jó Mateo Kovácsics, vagy ugye Gallagher, vagy, vagy Loftus Csík, vagy Csukva csukvemeká, vagy Mesa Mount, aki egyébként most, ha jól emlékszem, sérült, ugye ezek mindenképpen ott lennének neki betétásként, és ki tudja, hogy még nyáron kiket igazolnak. Lehet, hogy meglepődtök azon, amit mondok, de, de nem feltétlenül tartom ezt jó ötletnek, hogy egy ilyen jó játékosokkal tolongó csapatba kerüljön oda, és akkor vagy játszon, vagy ne játszon. Tehát egyáltalán biztos, hogy egy ilyen csapatban ő állandóra ki tudná vívni a játék lehetőséget, és meglepőt fogok mondani, mert lehet, hogy a Chelsea-t simán megvenni a Nápoly, de a Nápoly játékrendszerébe sokkal jobban be tudna illeszkedni, és tulajdonképpen Zselinszki helyére abszolút el lehetne őt képzelni. Úgyhogy lehet, hogy meglepő, amit mondok, de én nem lennék ettől túlságosan boldog, de tudom, hogy az angol Premier league természetesen Magyarországon is elképesztően nagy rajongó tábora van, és nagyon sokan szeretik a Chelsea-t, tehát azok most biztos, hogy nagyon örülnek, hogy ebbe, ennek a gigantikus költségvetéssel és óriási játékos értékkel bíró csapatnak a közelében egyáltalán nem ugye őt. Hát én azt hiszem, hogy, hogy, hogy talán egy ilyen olasz bajnokságban, vagy akár még egy spanyolban is sokkal jobb helyen lenne neki, de hát ti is elmondjátok majd a saját véleményeteket. Az bizonyos, hogy ez az igazolás kizárólag csak nyáron tud meg, megköttetni, és ha nyáron megköttetik, akkor, akkor valamikor ott augusztustól tudna játszani a Chelsea-ben, és akkor nyilván figyelemmel fogjuk kísérni. Addig viszont vannak Európa bajnoki selejtezők, amiket viszont nagyon jól kell teljesíteni a magyar válogatottnak, úgyhogy ha ez valóban egy erős hír, és valóban ugye ez a helyzet, hogy Graham Potter csapatában ugye tud majd játszani, akkor nem szabad, hogy megzavarja ez az ő gondolatait, és nem szabad, hogy megzavarja a magyar válogatottban nyújtott teljesítményét, az nagyon-nagyon fontos, azt gondolom. Na no, hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérek iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számla számomban, nyomj meg a szuper köszönet gombot, az olyan, mint egy kávéra hívnál meg, hajrá Magyarország, hajrá Magyar Labdarúgás, hajrá Szoboszlai Dominik, a jó Isten áldjon meg mindenkit.